4 évvel ezelőtt kapcsolódtak be a püspökladányi általános iskolák a Magyar Labdarúgó Szövetség által szervezett Bozsik programba, amelynek két fajtája van. Az egyiket a labdarúgó egyesületek, klubok számára hozta létre az MLS, míg a másikat az oktatási intézmények számára. Ez utóbbi az úgynevezett Bozsik intézményi program, amelyben azok a labdarúgást szerető fiúk és lányok vehetnek részt, akik nem tagjai iskolán kívüli egyesületeknek. Ezt a programot 2014 óta szervezök itt püspökladány keretein belül az összes általános iskola részvételével. A gyermekek létszáma jelen pillanatban 376 fő, 33 csoporttal tartjuk a tornákat különböző korosztályok számára. Ezen a tornákon amatőr szintű játékosok vehetnek részt, akik egyesületi kötelékben nincsenek leigazolva, és ők nekik lett ez a program végül is létrehozva, hogy megszeressék a labdarúgást, kedvet kapjanak hozzá, és idővel esetleg ők is igazolt játékosok legyenek. A 33 csoportunknak a működéséért a zömében a testnevelő tanárok felelnek, úgymond, tehát ők vállalták be ezt a szerepkört, hogy tartják a gyerekeknek a adott foglalkozásokat és a tornára való elvitelt és szerepeltetést. Ehhez a testnevelő tanároknak, tanítóknak egy külön MLS által szervezett Grassroots szervezői tanfolyamot el kellett végezniük, amit végül is tavaly év folyamán mindenki sikeresen teljesített. Püspökladányban jelenleg mind a 4 általános iskola tagja a programnak, és tulajdonképpen mind a 4 korosztályban mindenütt vannak fiú és lány csapatok is. A tanév során egy-egy korosztály 4 villámtornán vesz részt, amelyeken körmérkőzéses rendszerben minden együttes játszik mindenkivel. Ezeket a tornákat korábban hol valamelyik iskola tornatermében, hol a sportcsarnokban rendezték meg, ám az idei évtől már főként az Erős Lajos Református Iskola műfüves pályája adott otthont a találkozóknak. Külön érdekességként említhető, hogy egy-egy ilyen eseményen üdítőt és csokoládét is biztosít az MLS valamennyi diák részére. De talán ennél is fontosabb, hogy az iskolák minden tanév végén több 10 000 forint értékben igényelhetnek, illetve kapnak sporteszközöket, így többek között futball vagy futsallabdákat, kapuhálókat, mezeket, bójákat, ki mit rendel. Az MLS-től az iskolák megfelelő anyagi támogatást biztosítanak az iskolák részére. Ez úgy értsük, hogy anyagi támogatást, hogy a sportszereket lehet választani az iskoláknak abból az összegből, amit ők annak függvényében, hogy hány lánycsapatjuk van, hány fiúcsapatjuk van, és hogy tudnak szerepelni. Plusz juttatásként még évvégén a gyermekek különböző ajándéktárgyakat kapnak. Most például jelen pillanatban minden gyermek kapott egy csodálatos kulcstartót, érmet, minden évben csodálatosan kimunkált érmet ajándékoz az MLS, és továbbá még a legjobban teljesítő gyermekek részére külön díjak vannak biztosítva. Ez megint iskolánként oszlik meg, annak függvényében ki hogyan teljesít. Ez a Bozsik program tehát egyrészt jó a gyereknek, hiszen a versenyszerűen nem sportoló diákok is sportolási és versenyzési lehetőséghez jutnak, elismerik a teljesítményüket, s nem utolsó sorban szép ajándéktárgyakat vihetnek haza. No meg persze jó az adott intézménynek is, mivel minden évben lehet frissíteni, bővíteni az iskolai sporteszközöket, amiket aztán nem csak a bozsikos gyerekek, hanem az iskola összes tanulója használhat a tanítási órákon.